2019-től 160 km/órával közlekedhetnek a vonatok Szabadka és Szeged között. Az Európai Unió által támogatott projekt mintegy 280 millió euróba fog kerülni. A munkálatok várhatóan 2015 végén kezdődnek el. Elkészült a Szeged-Röszke-Horgos-Szabadka vasútvonal műszaki dokumentációja, amelyet kedden a szegedi megyeszékhelyen mutattak be. A Szabadka-Szeged vasút projekt dokumentációjának a kidolgozása közel 1,7 millió euróba került. A vasútvonal felújításához azonban sokkal nagyobb pénzösszegre lesz szükség. A Szeged-Szabadka vasútvonal felújításának a kivitelezési tervéről szól ez a konferencia, ennek az erőfeszítésnek az záró konferenciája. Ez egy másfél éves erőfeszítés volt, amelyet Európa Uniós pénzekből követtünk el, a Vajdasági Kormány, illetve a DKMT Közhasznú Társaság. Ez a dokumentum azért fontos, mert ez egy kivitelezési terv, ami azt jelenti, hogy ha meglesz a pénz ennek a felújításnak az elkezdéséhez, akkor nincsen szükség semmiféle egyéb más tervdokumentációra, mert ezzel mindez megteremtődik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos beruházás ennek a térségnek, talán az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb beruházása, talán az új határátkelővel hasonló, ugyanolyan súlyú, mert nem csak fölgyorsítja a közlekedést, a vasúti közlekedést, hanem egy teljesen új vérkeringést jelent majd ennek a térségnek, mind az emberek mozgása szempontjából, mind pedig az áruk mozgatása szempontjából, és ott, ahol vasút van, ott élet is van, ott, ahol élet van, ott gazdaság is van, ott, ahol gazdaság van, ott pedig előrehaladás van. Én azt gondolom, hogy ezzel a felújítással megteremtődnek a lehetőségei annak, hogy ez a homokhátsági vidék, amelyik Dél-Csongrádot, Észak-Vajdaságot és Dél-Bács-Kiskunt köti össze, amelyik összeköti a Tiszát a Dunával, amelyik összeköti a két közlekedési koridort, ez valóban egy új perspektívát jelentsen a számunkra. A Szeged-Röszke-Horgos-Szabadka vasútvonal felújítását a Szerb és a Magyar Vasúttársaság egyaránt kiemelt fontosságú projektként kezeli. Szeged-Szabadkai vasútvonala elég jelentős kereskedelmi és utasforgalmi központja volt a 1900-as évek elején. Szeretnénk ezt a rangját és ezt a színvonalát visszaállítani. A vasútfejlesztésnek a mind személyszállítási, mind áruszállítási vonzatát szeretnénk létrehozni. Úgy gondoljuk, hogy a vasútvonal kiépítésével jelentős mind kulturális, mind hivatásforgalmi utazás indul be. Ezt szeretnénk kiterjeszteni a vasúti áruszállítások vonatkozásában is. Jelentős potenciált látunk ebben a régióban. Fontos európai koridoroknak a ráhordó vonala tekintetében, és az tapasztalható mindenfelé, hogy amennyiben az infrastruktúrális paraméterek fejlődnek, ennek komoly áruszállítási és személyszállítási vonzata is van. Železnice Srbije naravno da podržavaju svaku vrstu projekata koja se odnosi na modernizaciju, na izgradnju, na rekonstrukciju pruga i u tom smislu ovo će biti jedna važna pruga, pre svega zbog regionalnog povezivanja, međudržavnog povezivanja, povećanju broja putnika, povećanju tokova roba na regionalnom nivou. A tervek szerint közel 100 kilométeres vasútvonalat kell majd felújítani, illetve kiépíteni egészen Bajáig. Két szempontból nagyon fontos ez a vasútvonal. Egyrészt az utasforgalom lényeges javítása elé nézhetünk, hogyha megindul a forgalom az új felújított vasútvonalon. Én azt hiszem, hogy egyrészt Szegeden köröztül a polgárok sokkal könnyebben eljutnak
majd Budapestig, akár Nyugat-Európába vagy Észak-Európába, hiszen azon a vasútvonalon már lényegesen jobb, gyorsabb a forgalom. A másik pedig az áruszállítás szempontjából. Nagyon fontos ez a vasútvonal. Én szerintem a legfontosabb az, hogy a szabadkai ipari zónának, a ipari övezetnek gyakorlatilag lesz egy olyan jó minőségű kikötője, mint a bajai kikötő, ahova az árut el lehet juttatni vasútvonalon. Jelen pillanatban az áruszállítás az főleg teherautókon történik, ez egy meglehetősen drága dolog. Szerintem a vasúti szállítás, hogyha megindul Baja felé, hatalmas teherforgalmat biztosít majd ezen a vasútvonalon. A tervek szerint a sínfelújítás után Szabadkáról Szegedre 31 perc alatt lehet majd eljutni gyors vonattal, ha az útlevél ellenőrzést útközben végzik el. A vasúti pálya rekonstrukciója mellett a tervekben szerepel az állomás épületek és a megállóhelyek korszerűsítése is.